És hogy tudod nézni te a szerencsekereket? Szóval dobban még az a szív? Abban a pillanatban halkasz a Tibi. Vesz egy nagy levegőt, visszavesz a nagy arcából, kisebb lesz az arca, sikerülni fog. Ez a szilveszteri adásban bejött. Kassa Tibi egy kommunikációs zseni egyébként, a faszi nagyon jó, és megérezték az arányokat. Ez most már, ez egy nagyon jó szerencsekerék, belenézek, én is elkezd néha röhögök rajta. Sőt, akkor sokszor. Csak tudományos szemmel nézed. Hát nem tudom másként, ezt csináltuk életünkben. Bármit is csináltam, ehhez értek talán legjobban mégis. A Hová tűnt mai vendége Klausmann Viktor. Sok szeretettel, Viktor. Hello, László. Hú, de rég nem láttam. Szervusz, sziasztok, hogy fiatalok. Mit csinál? Jól vagyok, köszönöm szépen, éppen beszélgetek veletek. Ez volt ennek a hétnek az intellektuális kihívása számomra. Készültem rá 5 napon keresztül. Megnéztem az összes, tehát előkészültem az összes eddigi adásotokat, meghallgattam mindent. Megpróbáltam felkészülni, hogy az egyik nagy példaképem előtt ne égjek be, ha nem muszáj. Na jó, extra, most már hagyjátok el, most mi? Mert túl rég ismerjük egymást. Egyébként jó volt? Ez nagyon jó volt. Jó volt. Igen. Na, tényleg, mit csinálsz, Viktor? Kérlek szépen, mindent, sokfélét. Turisztikai vállalkozó lettem igazából 16 évvel ezelőtt. Főtevékenységként elkezdtünk egy strandot csinálni Domonyvölgyben, tehát nyáron strandot csinálok. De te ott is éltél egy ott időben. Is laktam 10 évig, így van, 2010-ben. Félig elköltöztem onnan, a nagy házat eladtam, abból lett egy kis ház ott, meg lett egy kis ház Pálosvörösmarton a Mátrában, meg fölújítottuk a síházat Kékestetőn, és akkor a gyerekeimet itt oda összpontosítottam ezekre a helyekre. Tehát nyáron strand, télen sízés van, alapvetően velük igyekeztem valahogy azt összehozni, teszem hozzá, hatalmas mákon volt a házaladásával, mert a válság kellős közepén 2010-ben gondolkodás nélkül annyit fizettek, amit viccesen sokat mondtam. Néztem az emberre, hogy ezt komolyan mondja, és komolyan másnap hozta a pénzt. Na tehát, hogy volt egy nagy szerencsés ilyen üzleti része a dolognak, és azóta alapvetően ezt csinálom, és ami ehhez csapódik, meg ehhez kapcsolódik. Nyilván télen síkölcsönző, síoktatás, hozzá a Magyar Síakadémia Egyesület, amelynek most már van versenyzője, több is, régen is volt, de mi foglalkozunk sérült emberek versenyeztetésével is, és Dumit Ricsi most jött haza Pekingből, a paralimpiáról, 16. helyet szerzett a vadonatúj egyéves gyakorlás után a 40-es világ elit mezőnyben, mindenki nagyon boldog, tehát ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy meló volt. Fönt Szent Istvánban, Mátra Szent Istvánban edzettünk vele egy éven keresztül, meg aztán ők mentek ki mindenfelé a világba. Ez az egyik rész, a másik pedig, hogy Kékes Kutatómentő Alapítvány, ami egy síoktatókból szerveződő ilyen mentőcsapat volt 2011-ben, mert fönnlaktunk a síházba, éjszaka valaki följött szánkozni kissé illuminált állapotban, persze, hogy szétcsapta az agyát, és akkor mi mentünk leérte, mert nekünk volt meleg ruhánk, bakancsunk, fejlámpánk, stb. És majd a második évben meguntuk, hogy minden héten 3-szor kell sérülteket összeszedni télen, tavasszal, nyáron össze ott a Kékes környékén, és akkor elkezdtük hivatalosan fölépíteni a rendszert rendesen. Katasztrófavédelmi, OKF, Heves megye, szerződés, stb. És most már ott tartunk, hogy 27 profi munkatársam van, akik 0-24 beosztás alapján a Felső-Mátrai régióban, tehát Gajatető, Mátra Szent István sípark környékén, illetve Kékestetőn mentenek riasztásra. Tehát mi megyünk a tűzoltók helyett. De hogy találtad meg a hivatás részét? Mert az egy dolog, hogy segítünk, ha valaki elesik, akkor persze. De figyelj, az, hogy ebből fölépítsen nem gondoltam ilyet. Volna, hogy nem gondoltam volna akkor 2010-ben frissen válás után magam alá zuhanva, a régi életem magam mögött hagyva, hogy lesz valami, amire kinyílik a pupillám, és mint a vadászkutya elked, ez az. Uh-huh. Tehát amikor jön, látod, 2 telefonról hívnak éjszaka, a központi, az EGRI központi telefonszámról, amikor látod, hogy csörög, akkor már húzod a nadrágod. És semmi nem számít, főleg csak az adrenalin. Aránylag sok mindent megéltünk mi a Lászlóval az elmúlt 30 esztendőben a magyar televíziózásban. Túl sok izgalom lesz, lehet, de már az nem. Azok már nem. Ez még embert menteni. Úgy, hogy értesz hozzá, nagyjából. Volt tegnap, hogy a fiúkkal beszélgettünk és készültünk fel az adásra, meséltem nekik, hogy én voltam Domonyvölgyben strandon. Hú. És hogy ott voltam.
és hogy láttalak téged ott a toronyban ültél. Hogyha most igen. ott valaki elkezd a vízben fuldokolni, te mented ki? Ez úgy történt, hogy 2005-ben, amikor átvettük a strandot, akkor a második héten, vagy a harmadik héten egy szegény ember, aki leszázalékolt, pszichiátriai kezelt fickó volt, és nyugtatókon élt, környékben ismerték, szomszédos domonyi fiú volt, bejött a barátaival, és a barátai azt játszották mindig, hogy azért itatták, már a fiúnak volt pénze, kapott rokkantsági nyugdíjat a barátainak, meg kevésbé, és akkor ittak, és egyszer csak a fiú bement a vízbe, aztán soha többet nem jött elő. Rendőrség, tűzoltók, búvárok, keresőszolgálat, majd miután kivontatták a partra, jöttek a hozzátartozó, az anyukája, a fekete zsák. És akkor még ezt azért, talán ez volt az első lökés a Kékes Kutatómentő Alapítványhoz is, ezt azért még nem próbáltam be. Voltam Aradon, Temesváron, lőttek rám, tudósítottam, Prágából vertek, tehát ezek belefértek, de ez, hogy lássam, egy szülő reakcióit a saját halott fia fölött, ez azért elég durva volt. Ezekből a tevékenységekből, amiket elmondasz, egyrészt adrenalint ad, pozitív adrenalint, ami az embert életben tudja tartani. Megélni meg lehet? Akkor 2010-ben fogalmazódott meg bennem, amikor eladtam egy 240 négyzetméteres gerendaházat, a Range Rovert, a Maseratit, hogy az élet vélhetőleg arról szól, hogy azt találd meg, ami a tied. És akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy van mindenből olyan, amit rám szabtak. Megtaláltam a kis házat, Pálosvörös, egy parasztház, 1880-ban építették. 110 évet, 120 évet kibírt, hát kibír még, vagy 50-et gondoltam, kibírta eddig, működik. A strand már megvolt. Eladtam minden autót és minden vackot, fölköltöztem a pesti lakásomba, és mondom, akkor most valami olyasmit, ami az enyém. De Viktor, akkor... bocs, hogy közbevágok, az a sok minden, amit soroltál, a sok autó és a Maserati és igen. a ház, meg a minden, az nem a tévézésből volt, ugye? Csak abból volt, és a reklámügynökségből. Ezek egymást építették, ezek a bizniszek. A rádió, ügynökség, televízió, stb. Egymást építették, egymást erősítették, meg főleg annak a brandjét, aki csinálta. Egy arcot adtunk elő, ő eladta a Palik Lacit, én meg eladtam a saját arcom. Tehát ez így működött. Akkor visszaugorhatunk most egy kicsit oda, hogy az az arc fölépült? Hogy honnan épült? Hogy mindenki emlékezzen rá? Tehát, hogy te, ha jól tudom, akkor először az Ablak című műsorban kezdted, nem? Igen, Pécsen volt egy körzeti stúdió, pécsi körzeti stúdió, és volt egy Helyzet című hetilap. Én a hetilapnak írtam, a Helyzet című hetilapnak, és a pécsi körzeti stúdióban 89 nyarán már dolgoztam. És újságíróként én adtam ki először 89. október 2-án Tőkés Lászlóhoz. Voltak anyagok, amelyeket beloptak akkoriban Magyarországra, talán emlékeztek a nevére, még mindig aktív politikus Erdélyben, annó azért nagyon komolyan hozzájárult a romániai forradalom kirobbantásához, és az egy azért olyan hőstett volt, amikor egyszer csak bekerültem a tévébe 89. október 6-a, 7-e környékén, a Magyar TV híradója csinált velem interjút, hogy volt ez, hogy mentetek ki, akkor nem nagyon engedtek ki újságírót, embert, stb. És akkor elmondtuk, hogy úgy csináltuk, hogy konspiráltunk, kimentünk a fotós kollégával, külön interjú, külön fotó, 5 példányban lemásoltunk, míg jöttük a határhoz, bedugtam a gatyámba, a benzintankba, mit tudom én, jöttünk át, nem foglalkoztak velünk egyébként. Az egy nagy durranás volt. És aztán az ottani pécsi közveti stúdió egyik szerkesztője, Belénási Csabának hívják, azóta azért nagy ívet futott le az élete, elhívott, hogy legyek egy ottani műsor vezetője 90 nyarán. Egy ilyen kis tingli-tangli éjszakai vagy esti műsor volt, fölvettünk mindenféle nyavajákat és fölkonfosztuk. És ezt meglátta egy Gombár János nevű szerkesztő, aki az Ablak főszerkesztője volt, és megkérdezte, hogy nincs-e kedve nekem televíziózni. Hát mondtam, hogy még a harmad évet nyomom a jogon, be kell fejezni, mert anyám nagyon fog verni. Mondta, hogy nem baj, mert átjelentkezünk, az ELTÉ-re elintézi. Átjelentkeztem az ELTÉ-re 90. szeptemberébe. Nagyon klassz, föl is vettek talán levelezőre, vagy estére, nem tudom, a kettő közül nem ugyanaz volt, mint Pécsett. Majd 90. szeptember 3-ától minden héten 3 darab anyagot kellett lenyomnom.
mert engem elkezdtek terhelni. Én mentem a legtovább, én maradtam este 10-kor vágni, én ébredtem reggel 6-kor, vagy 5-kor, vagy 4-kor, ha vásárosnaményba kellett menni forgatni. Megtetszett. Úgy indult a tévézés, és aztán jött egy gyártásvezető, aki mondta, hogy figyelj, mert jönnek ilyen németek. Valami vetélkedő műsort akarnak csinálni. Itt a belső csatornán meg tudod nézni, a Dreisaton van, vagy Zatáncon van a Glückszer nevű műsor. És majd ki kell jönni. Volt egy stúdió kint Budapesten, a Szakasi Csárpád után, talán az Olimpia mozi volt annó. 3 héten keresztül csináltuk ezeket a próbákat, hogy kiválasszák azt, aki még zöldfülű, de már tudja az alapszabályot, a szabályot a tévézésnek. És ez számított, vagy az segített, hogy alapvetően te riporterként kezdted, ahogy most el is mondtad? Egyetlen abban dolog számított, igen. Két dolog számított ilyen szempontból, hogyha azt mondták, hogy piros vagy tessék, tudtam, mit jelent. Tehát bele tudtam nézni a kamerába. A másik újságíróként és ablakos műsorvezetőként, azért azt megelőző két, mert 93-ban volt, 2 évben, rettentő sok beszélgetést csináltam mikrofonnal. Magyarul az az ember, aki oda keveredett elém, azért egy perc alatt megvolt az az alap benyomás, hogy induljak el, hol lehet megfogni, milyen irányba kell vele elindítani a beszélgetést, és ez 3 idegennel, aztán napi 9, meg aztán 12 idegennel, hiszen 3-4 műsort vettünk föl naponta, megcsinálni, az mindig kihívás. Az új emberekkel valamilyen szinten azonosulni, segíteni őket, de ott lenni velük, ez működött. És hát óriási siker lett, és belőletek óriási sztár lett. Tehát, hogy ne, hát de így hát van. Hát a Prokop Dórából, Gajdosból. A család, mindenki azt nézte. Úgy, igen. Az első kereskedelmi jellegű nagy vetélkedő műsor volt, amelyet professzionális módon építettek föl. Olyan volt a promóciója, olyan volt mellé a marketingje, és annyira egyszerű volt, nem mint a fajék, annál picit bonyolultabb, hogy nagyon széles célcsoport le tudott ülni és játszani, és nézni, és azonosulni a televízióban a játékosokkal. Nem mi voltunk a sztárok, a 3 játékos volt ott a sztár. Hát jó, de hát nekem azért van otthon szerencsekerék társas játékom, már mint te vagy rajta, meg a Tamás. Most nem azért, de... Én vagyok rajta, mert egyszer kaptam mert karácsonyra. Mert a szemüveges nincsen rajta, csak én vagyok rajta, csak mondom, jó? És a Dórát lehagyták? Hát, de hozzáteszem, hogy gyerekkoromban azt játszottuk, hogy rajszög be volt szúrva középre, és akkor pörgött a szerencsekerék, én voltam mindig a Prokop Dóra, és akkor így forgattam otthon a betűket. Jézus Mária, még ki nem derülnek. De én de akkor igen. Nagyon gyerek voltam. De a te életed az nagyon megváltozott ettől a műsortól? Nagyon. Gyökeresen, teljesen, abszolút. Vannak ilyen sztoriaim ezzel kapcsolatban, amik nagyon fontosak. Én soha nem akartam egyébként ezt a könnyű műfajt. Mi mindannyian, amikor a Magyar Televízióba beléptünk, egy hatalmas, nagyon komoly, nagyon kemény, professzionális szabályok szerint működő rendszerbe léptünk bele. Ott megvolt a hierarchia, ki mikor mehet képernyőre, mikor szólalhat meg. Ha beléptél az étterembe és ott volt a Palik Laci, akkor nem volt szabad ránézni, csak a Vágó Pistának integetni és meghívni egy kávéra, azt szerette. Tehát abszolút, istenek voltak ott benne, akkoriban ne felejtsük el, az egyetlen televízió volt, 1958-tól vagy 59-tól, ahogy elindult. És ezek közé, az istenek közé bekerülni, azért ez komoly kihívás volt. Én megtiszteltetésnek vettem. Ettől függetlenül azt szerettem volna, ha rendes belpolitikai riporter leszek. Megyek majd a választásokra, mit tudom én. Az első melóm egyébként 1990. októberében Nyíregyházáról tudósítottam az első szabad önkormányzati választásokat. Szegény Balú Gyuri volt a főszerkesztőnk, neki kellett bejelentkeznem faxon. Bedugtam a faxot, elküldtem nekik, ott kijött, majd egy 20 perc múlva megérkezett a válasz faxon. És írtam az anyagokat, szövegeket, és toltam befej. Tehát, hogy ilyen, egyből bele a közepébe. Amikor az ablakba beültem 91-ben, a műsorvezetőt úgy hívták, hogy Feledi Péter. A következő héten, vagy májusban úgy hívták, hogy Déri János. Itt ült velem szembe, és a világból kiszivatott. De imádtam. Tehát ennek ez volt. És akkor egyszer csak jön ez a Zatáncon, ez a blödség, amit az én, akkor mondjuk jó beszéltem még németül, az én német tudásommal, ahogy megjelentek a betűk és a kiírás, már tudtam, hogy mi a feladat, miközben a 3 szerencsétlen ott nyökögött mellette. Hát hagyjatok már, ez nem áll. Hagyjuk már nem. És akkor kaptam egy ígéretet a szerencsekerék menedzsereitől, Prokop Róbert, Tolvaj Ferenc. Ők építették fel a TV2-t aztán, hogy folytathatom az ablakot, ha ott is megengedik.
Feledi Péter meg azt mondta, nyugodtan gyere nekünk, jó az, hogyha van itt egy nézett fickó arról a részlegről, és úgyis fiatalítani kell. És akkor nagyjából 94. januárjában, amikor már tényleg a csúcson voltunk, tehát milliós nézettség, stb. Nem is márciusban, 91. márciusában rendesen ablakos riporterként kimentem, Latvia ajtaja kinyílik, kiszállok mikrofonnal, Érd, soha nem felejtem el, Érd. Egy vállalkozó építette egy panziót, és a falu közkútját erre kezdette, elzárta, parkolót csinált ott magának, tolóajtóval parkolót. A falu környékbeli lakók pedig, akik oda jártak a kútra, mert olyan viza volt, hogy na, kaszával, kapával ott álltak. Vele szembe a biztonsági őrök hada, akit a vállalkozó megbízott. És jön a tévés csávú, hú, mondom, micsoda anyag lesz ebből. Veszem elő a mikrofont, egyszer csak az egyiknél. Ha Viktorka, Viktorka! Kaszakapa eldob, papír, ceruza, és osztottam az autogramot. Abban a pillanatban megszűntem létezni klasszikus televíziós riporternek, a hitelem ebben a verzióban megváltozott, és az tuti volt, hogy ott az már nem lesz, nem játszik. Úgyhogy onnantól kezdve ment a szerencsekerék. És amikor vége lett a szerencsekeréknek, még volt ugye egy reinkarnációja, egy újjászületése, amit szintén te csináltál, ez a 11-12? 12, 11-12 Árpa Attila. De valójában pozitív értelemben, de rettentően rád égett ez a szerep, így van? Igen, igen. Mert onnantól kezdve bármi más csináltál volna, lásd ablak, úgyis csak ezt a rettentő domináns állapotot látja is. Érzi. Nincs ezzel baj, égjen mindenkire rá egy ilyen szerep az életében. Abszolút. Ne legyen abszolút soha rosszabb dolga. Hiszen aztán a reklámügynökségi életemben is az volt a legfontosabb, hogy tudták, hogy ki vagyok, látták, hogy milyen körökben mozgok. Nem én leszek az a csávó, aki most elmegyek, leszedek róluk 100 millió forintot, és egyrészt szart csinálok, másrészt lelépek a pénzzel. Tehát a hitel, ez a fajta hitelesség, ez megmaradt, erre is mentem tovább, ez volt a lényeg. De valóban az a meló, amit én nagyon szerettem, hogy elmenni és egy mikrofont odadugni valakinek az orra alá, és aztán kiszedni belőle valahogy az igazságot, vagy bemutatni egy szituációt, az ott véget ért. Kicsit sajnáltam, de addig 94. januárjáig rettentő sok riportor, nagyon-nagyon sokat dolgoztam. 300 valahány anyagot csináltam az ablakban. Manapság, amikor ugye abból az zárt archaikus televízióból, amiről beszéltél is, amiből egy volt, tehát egy nagyon monolitikus felépítmény volt. Ma, amikor a jeleljuttatás, az oly szabad lett a világban, alapvetően az internetnek, ma már a social médiának is köszönhetően. Nem fordult meg, vagy fordul meg a fejedbe, hogy újra nekivágni, és ezt csinálni egy kicsit? Tehát leülni és beszélgetni? Ez nem múlik el nyomtalanul, nem véletlenül üldögézte itt. Igen. Tehát ez olyan, mint egy klasszikus focista, egyszerű. Elkezded, megye egybe, megye kettő. Aztán úristen, fölkerülsz NB1-be valami középcsapatba, aztán az NB1 sztár csapatába, aztán úristen beválogatnak a válogatottba. És aztán megöregszel, válogatod, visszaesel egy NB1-es csapatba, NB2, NB3, és így szépen levezetsz a levezetés. A levezetés nekem is megvolt. Vigyáztam rá, hogy mindig legyen valami médiával kapcsolatos input, mert szeretem. Tehát nem tagadhatom, hogy szeretek beszélni. Szeretek érvelni, szeretek vitatkozni, nem feltétlen, de szeretek emberekkel jókat beszélgetni, szeretem önmagam megmutatni, az elképzelésem, a véleményem, őket megmutatni, és erre mindig volt lehetőségem adódott. Én 2005-ben még visszatértem a TV2-be, Gianni-val csináltuk a Lazac című reggeli műsort. A reggeli műsorokat nagyon szeretem, én tudok korán kelni, nagyon kevesen tudnak úgy korán ébredni, hogy az ne látszódjon nagyon megrajtuk. Tehát az a jó reggeli televíziós műsorvezető, aki úgy tud fölébredni reggel, hogy nem látszik meg rajtam. Ez alkat kérdése, genetika, semmi más. Csináltuk egy darabig azt, aztán 2006-ban elszerződtem Nyíregyházára. Az volt a gyönyörű levezetés 2006 és 2010 között a nyíregyházi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat indított egy saját televíziót. Nyíregyháza, mert volt ott Nyíregyházi VTV, mi meg lettünk a Nyíregyháza televízió. Mellé csaptunk egy rádiót, a Gold FM rádiót, és volt mellette egy újság melléklet is. Mellesleg pedig a Nyíregyháza Spartacus foci csapat, ami akkor került fel az NB1-be, és nagyon büszkék voltak rá,
annak a szóvivői meg menedzseri rész bizonyos részeit is elláttam, elláttuk egy nagyon jó csapattal. Egy nagyon jó csapattal. És ez ment 4 éven keresztül, az engem tökéletesen, hetente 3 napot Nyíregyházán voltam, gyönyörű volt, gyönyörű. Ott még lehettem egy kicsit Isten, kicsit még figyeltik azt, hogy mit mondom. Ott a nyíregyházi főiskolán egy ilyen külső részben beépítetlen hatalmas hodályba tervezhettem bele a tévéstúdiót. Hol legyen a vezérlő, hol legyen a hírolvasó, melyik legyen a nagyobb. Úgy, hogy elhívtam a pesti kollégákat, akikkel világszínvonalat csináltunk, azt gondolom, hogy tudtuk, hogy mi. És ők elmondták, eljöttek, ettünk egy védetet, így csinálj, és megépítették. Tehát úgy készült el. Közben dolgoztam egy kicsit a Gold FM rádióban, és ugyanott aztán újságot már csak felügyeltem, a Metrónak egy mellékletét csináltuk, ami akkor még az egész országban terjedt. Tehát ez teljesen jó volt. Ez heti 3 napban, néha 4 napban teljesen jó volt. Egy ilyen 2 laki élet. Levezettem, aztán sajnos mindenkinek az életében van egy válás, egy váltás, ami azért odaver. Tehát az nem úgy van, hogy mosolyogva kijössz egy kapcsolatból, miközben ott marad egy gyerek mondjuk, főleg kisgyerek. Azut 2 évig odavert, tehát 2010 és 12 között néztem ki a fejemből. Akkor adtam el előtte, tehát amikor egyedül maradtam, csináltam egy nullát, egy zérót, és akkor onnan elkezdtem megint építkezni, és 2012-ben jött ez a felkérés a Story 4 TV-től. Ismét megvették a licenszét a Szerencsekeréknek. Ismét ugyanaz az amerikai csávó jött el, akivel 2001-ben befejeztem a TV2-be, kicsit megöregedve. Egymásra borultunk, hát mondtuk, csináljunk ezt Szerencsekeret, jó, csináljunk. Melyiket? A franciát csináljuk, akkor adj egyet. Adtak egy francia verziót, ezt egy francia tanárral lefordítottam, összeraktuk, megcsináltuk, megnéztük, és az akkor futó francia verziót megcsináltuk egy évig. És a mostanit nézed? Természetesen meg kellett néznem, az első 2, 3, 4, 5-be belenéztem, illetve a szilveszteri adást néztem. És hogy tudod nézni te a Szerencsekereket? Szóval dobban még az a szív? Nyilván az volt az első, hogy fölhívtak én, hogy akkor mennénk az első adásba játszani. És akkor összebeszéltünk itt a Gajdossal, meg a Vizivel, ugye mind a hárman vezettünk Szerencsekereket, hogy jó ez, de ez már nem az. Annyi idő eltelt, hogy ez egy egészen más történet lesz, és nem fogjuk magunkat jól érezni. Mi már öreg emberek vagyunk ahhoz a Szerencsekerékhez. Nem nekünk készül, és amit mi mondunk, az nem fog tetszeni azoknak, akiknek mondjuk. Úgyhogy úgy azt mondtuk, hogy inkább ne, sok sikert mindenkinek. Engem minden fórumon megkérdeztek, hogy mi a vélemény a Szerencsekerékről, és mindig elmondtam, hogy abban a pillanatban, ha akasz a Tibi, vesz egy nagy levegőt, visszavesz a nagy arcából, kisebb lesz az arca, sikerülni fog. Ez a szilveszteri adásban bejött. Kassa Tibi egy kommunikációs zseni egyébként, a faszi nagyon jó, és megérezték az arányokat. Ez most már, ez egy nagyon jó Szerencsekerék, belenézek, én is elkezd néha röhögök rajtad. Sőt, akkor sokszor. Csak tudományos szemmel nézed. Hát nem tudom másként, ezt csináltuk életünkben. Bármit is csináltam, ehhez értek talán a legjobban mégis. Célcsoportra belülni egy dumálós műsort. Most boldog vagy? Kérlek szépen, igen. Nem tudom, remélem látszik. Igen. Remélem igen, látszik. Igen. Sokat dolgoztunk érte, sokat melóztunk. A boldogságomnak van egy kis szépséghibája, de van egy hatalmas, majd későbbi információ lesz, még nem publikus, egy hatalmas híre is. A kicsi szépséghibája az, hogy az én 12 éves szerelmem, Tamara kislányom, egy éve már nem ugrik apa nyakába, nem ad nyilvánosan puszit, meg ilyenek vannak. Ilyen SMS, tudod, lányokkal el tudom vinni őket, már nincs. Kiesett, hát nem esett ki, ott van, tehát csak, hogy hello, Tamcikám, mi a helyzet, másik, iskolában minden jó? Másik, minden jó. Másik mennyi idős? A másik 15 éves, most lesz 15 éves, kérlek szépen. Egyébként a Sí Akadémiával csinálunk síversenyeket Ausztriában és Szlovákiában is, Magyarországon is. És a befejező versenyük az mindig március 15-e, hosszú hétvége, Tátralomnéc, ez a Tour de Havat nagy társasági verseny, 160 ember, 110 versenyző. Ebben az évben először ő volt a segédem. És jól működött? Domingos, 5 perc múlva legyél itt. 5 perc múlva ott volt. Tudod, egy kicsit azért tart az ember. Hát, és ilyenkor az ember a szeme könnyezik. Na, tehát így működött. Ez jó. Ez jó. Jó, szóval a gyerekek azért adják az, még a... Az. A strand is miattuk készült, a síházban is, tehát sok mindent kipróbáltam, sok mindent kipróbáltunk.
nem vetettem meg az élet szépségeit a 20 éven keresztül, de azért csak jött valami, ami még mindig megtekeri a lelkem, keresztbe kasul. Úgy, ahogy, az olyan, jó. És még bármi lehet. Majd lehet, hogy másfél hónap múlva fölhívlak. Igen, menjünk tovább. Jó van, megadtad a végszót. Várom, hogy hívja. Örülök, köszönöm, hogy újra láttalak, és örülök, hogy kiegyensúlyozott vagy, boldog. Jó volt veled beszélgetni. Jó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, fiatalok. Köszi, Laci. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.